Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott. Kis híján elestem jártomban, mert irigylettem a kérkedőkre, látva a bűnösök jólétét. Meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony, sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semminé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük. A fölserkensz, Uram! Ha keseregne a szívem és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Bizony, elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Eddig az írott íge. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Ahogyan ilyenkor megszoktuk, két részből fog állni az Isten tiszteletünk, hiszen most a templomi, majd ezt követően pedig a Kun Pietánál lesz a külsős megemlékezésünk a mécses gyújtással. És ezen kívül a megszokott módon a prédikáció is két részből fog állni, hiszen ilyenkor mindig van egy általános üzenet, amit az ige alapján megfogalmazunk, és aztán ezt követően szólunk majd a második magyar hadsereg 80 évvel ezelőtti súlyos vereségével kapcsolatos üzenetről. A 73. Zsoltár Gyökösi Endre szerint Aha Zsoltár, vagy Heuréka Zsoltár, mert egy megértés és felfedezés történik az ígében az elejétől haladva a végéig. Az első szakasz, ahogyan hallottuk is, egy őszinte vallomás. Nagyon őszinte. Mert a mai szavakkal élve a zsoltáros besokal. Nem tudja lenyelni, megakad a torkán a mindennapos tapasztalat. Sok lesz neki, és sokként is éri az, amit lát maga körül. Szép részletességgel leírja, ezelőtt 2800 évvel történt eseményeket, hogy tudnélik, vannak, akik lopnak, csalnak, hazudnak, de nagyon jól megy a dolguk. És ott vannak azok, akik az igazságra, az erkölcsre, a hitre helyezik a hangsúlyt, erre építik az életüket, azoknak pedig rosszul megy. Ilyenek olvashatók például a Zsoltárban. Lehet velem együtt olvasni. Jó módjukban kérkedve néznek szét,
Szívükben öntelt gondolatok járnak, gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég elnyomásban szájukat, nyelvükkel megszólítják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Mert a gazdagok, a hatalmasok, akik nem munkával, hanem jogtalansággal jutottak el villámgyorsan a csúcsra, azok még előállnak, hirdetik magukat, és ez tetszik a népnek. Hogy van ez, kérdezi a zsoltáros. Nincs igazság ezen a földön. Ez a zsoltár első szakasza. Nincs igazság a földön. Szerintem nem nehéz azonosulni a Szentíró hangulatával ma 2023-ban. Szerintem nincs senki közöttünk, akinek a lelkét ne környékezte volna már meg a hasonló indulat.